Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács András, az Origo főmunkatársa, stúdiónk szinte állandó vendége. És most nem a világ zsidó szemmel, de kezdjük a háborúkkal. A közel-keleten egyre durvul, ugyan az Amerikai Egyesült Államok megpróbál lépést diktálni. A külügyminiszter úr sokat szorra a térségben van, de úgy néz ki, hogy a felek nem tudnak megállapodni. A helyzet valóban egyre súlyosabb, akárhogyha a tegnapi eseményeket nézzük, hogy a Irán által pénzzel támogatott 180 rakétát lőttek ki Izrael északi részén. Ráadásul ez egyre inkább mindennapossá kezd válni, akárhogy is nézzük. Idővel egyszerűen Izraelnek valamit lépnie kell ebben az ügyben, mert ez nem állapot, hogy ahogy olvastam a hírekben, tényleg ugye fontos megemlíteni, de mondom, a nézők többsége úgy is tudja, hogy most van sávot ünnepe. Ott voltak kint a strandon az emberek, ahogy olvastam. Ahol nincsenek a Kineret partján, nincsenek légópincék. És ha olvastam, hogy pánik alakult ki. Ami a legveszélyesebb ezekben. Pontosan. Úgyhogy valamit lépnie kell Izraelnek idővel szerintem, mert ezt szerintem nem fogja hagyni az állam, hogy gyakorlatilag egy ilyen ex-lex állapot legyen a saját területén belül, hogy folyamatosan menekülnie kell az embereknek. Hát az amerikai külügyminiszter mire jut? Egyelőre én nem látom a megoldást, hogy itt bármilyen fegyverszünet vagy hasonló irányába elmozduljanak a felek. Mindenki folyamatosan üzenget, tárgyalgat, de igazából nem látszik megoldást továbbra sem. Időközben ugye itt van ez az orosz-ukrán háború is, ami a közelünkben is egy nagyon érdekes. A miniszterelnök vendége volt a Karmelitában a NATO főtitkára, és érdekes eredményeket értek el. Mit tud erről mondani? A helyzet, ugye érdemes visszamenni azt, hogy mi hangzott el itt a választási kampányban mögöttünk. Gyakorlatilag a kormánypártok ugye azzal kampányoltak, hogy ha őket választják, akkor mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Magyarország ne vegyen részt semmilyen ukrajnai NATO misszióban. Most úgy látszik, hogy ezt sikerült elérni. Gyakorlatilag kapott egy csekket Magyarország a NATO főtitkártól, hogy mivel Magyarország teljesíti a feltételeket, ugye a GDP 2%-át költjük védelmi költségekre, több NATO misszióba veszünk részt, de ebből kimaradhatunk. Úgyhogy reméljük, hogy ez nem csak egy szóbeli dolog marad, hanem valóban majd később a washingtoni csúcson ez írásban is lesz foglalva, és Magyarországnak nem kell részt vennie, de amúgy a NATO szerződésben benne is, hogy nem kötelező. Nem teheti kötelezővé a NATO, hogy valaki egy külső misszióba vegyen részt egy állam, hogyha nem a saját. Tehát ugye eleve a NATO területét éri támadás, akkor részt kell venni, de ugye itt egy külső szereplőről van szó. Igen, de a NATO-ba is vezetőváltásra kerül hamarosan sor. Vajon a következő főtitkár akceptálni fogja-e, illetve ugyanígy fog gondolkodni? Igaz, hogy a NATO-nak tulajdonképpen mégiscsak az Amerikai Egyesült Államok a fő részvényese, hívjuk ki. Ők áldoznak a legtöbb pénzt, de vajon most, hogy Macron elnök másképpen fogja most gondolni, illetve az előrehozott választások más eredményt hozhatnak, és ő volt az, aki a legjobban támogatta a Ukrajna támogatását közvetlenül is. Szerintem itt érdemes tisztázni azt, hogy az Egyesült Államok valamiért szerintem ők is úgy vannak a mostani időszakban, hogy közeledik a választási időszak, és nem akarják még jobban beleártani magukat ebbe az ügybe. Hát az, hogyha megérkezik az első nemzeti zászlóban csomagolt koporsó, amerikai nemzeti zászlóban, akkor vége van a támogatásnak. Tehát egyetlen amerikai aspiráns sem teheti meg, hogy ez megtörténjen. Nem, és azt szerintem az Unió is
vezetők is el akarják kerülni. Ráadásul azért mégiscsak itt az Unióban is, én már ma reggel olvastam, hogy elkezdődött a... Hogy mondják ezt, ugye vannak a székek, vannak a különféle személyek, és a folyamatos keringés, és majd meglátjuk, hogy végül kimarad szék nélkül. Már most rengeteg név van. Úgyhogy szerintem könnyen lehet, hogy a washingtoni csúcson majd egy ilyen átmeneti megoldás lesz. Nem küldenek, de küldenek. Nem látom azt, hogy a Európai Uniós országok majd, hogyha tényleg eljutunk oda, hogy ez az ominózus 40 milliárd dolláros felajánlást teljesíteni kell, akkor rohanni fognak, hogy ezt megszavazzák az adott országoknak a nemzeti parlamentjei. Mert... De mi már az előző kölcsönnek a kamatjait, meg a részleteit fizettük, annak ellenére, hogy nem kaptuk meg a részünket belőle. Igen, az így van, bár folyamatosan érkeznek az uniós pénzek, ugye pont most látott napvilágot szerintem pont a választás után napon hétfőn, emlékeim szerint. Igen, hogy a költségvetésben jelentős mennyiségű pénz, meg több lett ez át a magyar költségvetés április. És a falu program keretében már az út és egyebek... Zajlanak, igen, úgyhogy meglátjuk. Én azért a Ukrajna kapcsán továbbra is azt látom sajnos, hogy tényleg mindent megpróbálnak a felek, de hát láthatóan én nem látom azt a ukrán előrenyomulás, vagy az, annak az esélyét, hogy a oroszok által megszállt, elfoglalt területeket belátható időn belül visszaszerezzék. Mégiscsak arról érkeznek hírek, hogy bár egy-egy falut vagy város, nem tudjuk ellenőrizni, nem vagyunk ott, elfoglalnak az oroszok, de arról nem érkeznek hírek, hogy mondjuk hatalmas területeket szabadítanának fel az ukrán erők. Én azon a véleményem vagyok, hogy valamilyen beszélgetés már elkezdődhetne a felek között. Na de érdekes az, ugye a diplomáciában az osztrák táncoló kongresszusról és béketárgyalásokról tanultunk korábban, és azóta annyi békekonferencia volt már, a mostani konferenciára van olyan fél, aki meg sincs hívva. Meg valaki el sem megy, tehát hogy az, hogy a világ... akkor hogy lehet úgy békéltető tárgyalásokat, vagy a békéről, vagy a tűzszünetről beszélni, hogy az érintett ott sincs? Sehogy. Én abszolút elfogadom azt, hogy ahogy a világ zsidó szemmelben is többször elmondtuk, október 7-én Izraelt megtámadták. Pont. Izraelnek joga van az önvédelemhez. Sőt, kötelessége. Kötelessége, és pontosan. Az állampolgáraival szemben. És itt jön be az a képbe, Ukrajnában hasonló a helyzet, de... Nem hasonlítanám a kettőt egymáshoz. Igen, de még sokan Izraelt azért támadják, hogy a jogos önvédelem jogában milyen eszközökkel él, addig Ukrajna esetében valahogy ezt nem halljuk, hanem inkább még több segítséget kap értelemszerűen. Tehát, hogy én egy erőteljes kettős mércét érzek ebben a történetben. Hát igen, először sisakokat kértek, meg golyóálló mellényeket, ma már mindjárt F-16-osokat. És hát most mehetünk azok a területek, amik... És akkor legyünk még konkrétabbak, azok a területek, amiket a Hamas megtámadott október 7-én, azok ott nem arab többségű népesség élt. Ugye, ahol Oroszország megtámadott részeket Ukrajnában, ott valljuk meg, inkább orosz többségű részek vannak. Hát vagy betelepítettek korábban. Korábban, de azért... De hát Ukrajna valamikor mégiscsak Oroszország volt. Igen, és a probléma az, hogy ugye... Csak egy 2001-es népszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre azokról a területekről, ahol ezek az események történtek, ahol ez a támadások történtek, szóval ezeket a dolgokat is érdemes lenne mérlegre tenni, azt mondom, amikor ezeket értékeljük. Nem elvitatva az, hogy valóban Oroszország megsértette a nemzetközi jogot, de hát valamilyen szinten tényleg most már 2,5 év eltelt a háború kezdete óta, láthatóan bármennyi fegyver kap Ukrajna, nem tud egyelőre felülkerekedni Oroszországon. Hát, mert vannak Ukrajnának úgy tűnik belső problémái is, úgy gazdasági, mint politikai és egyebek területén, de hát ehhez a tárgyalásokhoz is egy kis kultúra kell, úgyhogy mi is most akkor a háborúból átmegyünk a kultúrába, és szeretettel köszöntjük következő vendégünket, dr. Hegedűsdi Géza, színész, rendező, egyetemi tanárt,
és természetesen a nézők még találkoznak Andrással a nap folyamán, hisz 11 órakor kezdődik a kormányinfo, amit természetesen szokásunkhoz híven élőbe közvetítünk, és a holnapi híradóban is előkelő helyet fog elfoglalni az ott elhangzott eseményeket, hogy mit tehet a kormány azért, hogy minden más legyen, illetve az újságírók kérdéseire kapnak választ. Bízom benne, hogy a kérdéseiddel már te is készen vagy. A Heti TV és a Braille Press kérdései már a zsebemben vannak, úgyhogy a kérdés csak az, hogy valaki lelövje előttünk a nagy kérdést, és akkor most érkezik Hegedűs Dikéza. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen.